Kedves barátaim, feliratkozóim, leendő feliratkozóim, többen panaszkodtatok, hogy túl halkak a videóim, úgyhogy igyekeztem most a mikrofon hangerén állítani, ha sikerül, ha jó, nem akkor kérek jelezzétek vissza. Szóval volt az emberiségnek egy hidegháború nevű időszaka, és ennek a hidegháborúnak egy bizonyos mélypontja volt a kubai rakétaválság, ami az érettségében is szokott szerepelni, úgyhogy most erről szeretnék mesélni nektek. Ugye Kuba szigete az a Karib-tengeren található, közel az Egyesült Államokhoz, Floridától mindössze 90, Florida déli csücskétől Key Westről mindössze 90 mérföld a távolsága, az ugye az másfél száz kilométer nagyjából átszámolva. Kuba szigetének történelmét nem akarom most elmesélni, hiszen nem férnék be a 10 perces időkeretbe. A dolog lényege, hogy egy alapvetően olyan országról, agrárországról beszélünk, amely alapvetően cukornád, illetve dohány termesztésére szakosodott, és ezek a hatalmas ültetvények sokszor amerikai magánszemélyek és nagy cégek kezében voltak. 1959-ben a Batista nevű diktátort egy gerilla mozgalom megbuktatta, a Fidel Castro nevű szakállas ügyvéd került a hatalomra, egyik legfőbb munkatársa egy Che Guevara nevű argentin orvos volt. Ez a Castro nem a diktatúra bukásával nem demokráciát vezetett be, hogy sokan reménykedtek Kubában, hanem saját magát tette az ország diktátorává, és elég hamar olyan politikát folytatott, amelyik az ültetvények államosításához vezetett, ami pedig kivívta az amerikai köröknek a rosszallását. Amerika megpróbálta Castrót megdönteni különböző módszerekkel, CIA akciók, most erre nem térünk ki. A dolog lényege, hogy a hidegháborúban járunk. A hidegháború az nem más, mint egyfajta kétpólusú világrendszer, egyik pólus USA, másik a Szovjetunió. És a logika adta magát, hogyha egy kicsi ország összerúgja a port egyik pólussal, az Egyesült Államokkal, akkor a másik pólushoz, vagyis az akkori Szovjetunióhoz közeledik. 60-as évek elején járunk, Szovjetunió vezére, diktátora, főtitkára ekkor egy Hruscsov nevű munkásszármazású káder volt. Hruscsov elvtárs pedig ugyan Európában elfogadta a status quo-t, a fennálló helyzetet, hogy a vasfüggönyt nem tudja kitolni nyugatra, ugyanakkor viszont eléggé törekedett rá, hogy a harmadik világban mindenféle bázisokat szerezzen magának, hogy a Szovjetuniót, kommunizmust, érdekszféráját kiterjessze, és adta neki erre a lehetőséget Kuba, mint óriási lehetőség köze az Egyesült Államokhoz. A Szovjetunió és Kuba erősen szövetkeztek egymással, és 1962-es esztendőben Hruscsov egy nagyon-nagyon merész, vakmerő és valószínűleg ki nem számított lépése határozta el magát arra, hogy nukleáris töltet hordozására alkalmas rakétákat telepít Kuba szigetére. Ugye az atomfegyvereket ekkortájt alapvetően a Szovjetunió úgynevezett interkontinentális ballisztikus rakétákkal, ilyen óriási űrhajó hordozó rakétákkal tudta volna átlőni Amerikába. Ezeknek a repülési ideje kb. 30 perc volt. Az Egyesült Államoknak szintén voltak ilyen hasonló óriási rakétái, Montanába és máshol silókban elhelyezve, azonban Amerikának voltak olyan bázisai, részben Nyugat-Európa, részben Dél-Korea, részben Japánba, részben Törökországba, ahonnan vagy bombázókkal tudott volna a Szovjetunió erre bombákat dobálni, illetve Törökországban voltak elhelyezve olyan amerikai úgynevezett középhatótávolságú rakéták, amelyek nagyjából 6-7 perc alatt elérhették a Szovjetunió területeit. Most Hruscsov ezt akarta lekopizni, és azt mondta, hogy neki is kellenek ilyen olyan rakéták, ezeket középhatótávolságúaknak hívjuk, amelyek mivel közelebbről lövik ki őket, ezért rövidebb repülési idővel hamar célba találnak. Ugye Hruscsovnak volt egy ilyen kijelentése, hogy hát 7 perc alatt Kubából kilőve szétlőjük New Yorkot vagy Chicagót, nem is beszélve Washingtonról, ami csak egy kis falu, idéztem most Hruscsovot. Az amerikaiak 1962. szeptemberében már kezdtek gyanakodni, ami csúnya dolog készül Kuba szigetén. A szovjetek persze az igazmondás nagy bajnokaiként közölték, úgymond védelmi rendszerekről van szó. A felderítő műholdak akkor még nem voltak elég pontosak, Kuba szigetét sokáig felhőzett akarta. Az amerikaiaknak pontos felderítő műholdak hiányában ezek a bizonyos U-2 típusú repülőgépek voltak, ezek fényképező, nagy magasságban repülő, kamerákkal ellátott fényképező repülőgépek voltak, és ezeket küldözgették be Kuba szigete fölé.
És aztán nagyjából 62. október közepén gyakorlatilag kiderült ezekből az átsuhanó repülőgépeknek a nagy kamerafelbontású fényképeiből, hogy bizony, amik Kuba szigetén a szovjetek építenek, amiket építenek, azok nem holmi védelmi fegyverek, meg ilyen védelmi rakétabázisok, hanem azok bizonyos középható távolságú rakéták kilövő bázisai, ahonnan az Egyesült Államok nagyvárosai 7 perc alatt szétlőhetőek lennének nukleáris, termonukleáris fegyverekkel, hidrogénbombákkal. Az Egyesült Államokat soha még történelme során ennyire komoly fenyegetés nem érte. Egyébként utólag néz, nem is lehet érteni, hogy az a Hruscsov nevű fickó hogyan képzelhette az Egyesült Államok egyáltalán bármi ilyesmit el fog tűrni a saját közvetlen környékén. Az amerikai hadvezetés persze azonnali válaszcsapást tervezett, bombázásokat, illetve partaszállást és a kasztrolrendszer megdöntését. A problémát csak az jelentette, hogy bár a rakéták Kuba szigetén voltak, azért Hruscsov nem volt annyira hülye, hogy a kubaiak kezébe adja őket, ezért a szigeten a rakéták gyakorlatilag szovjet ellenőrzés alatt voltak, szovjet katonatiszteket telepítettek oda, orosz katonákat mondjuk ki, és az ő kezükben voltak a rakéták, hogy a indító parancsa kilőjék őket. Ez pedig annyit jelent, hogy ha az amerikaiak lebombázták volna Kuba szigetén a bázisokat, akkor szovjet katonákat öltek volna meg. Az annyit jelentett, hogy mintha Amerika Szovjetuniót támadta meg, benne volt a lehetőség, hogy a szovjetek visszalőnek, akár Kubából atomrakétákkal lőnek vissza, akár kirobban a két nagyhatalom közt egy igazi háború, nagy háborúan belül-utóbb félő volt, hogy a szovjetek megnyomják a gombot és interkontinentális rakétákkal lőnek vissza. Atomháború, nukleáris holokauszt, emberiség jelentőségének pusztulása, szóval szörnyű pillanatok voltak. Ezért Kennedy elnök nagyon áthidaló megoldást választott, és október 17-e magasságában blokádot rendelt el Kuba szigete köré. Az Egyesült Államok a világ legerősebb hadiflottája fölvonult, hogy ne engedjen be újabb fegyverszállító hajókat, szovjet és más hajókat Kuba szigetére. Igen, ám csak hogy a blokád az alapvetően nem tudta megakadályozni, hogy a már bent lévő rakétákat felszereljék, kilövésre kész állapotba hozzák. A blokád az egy erőteljes lépés volt, de nem tudta megoldani a problémát. A szovjetek persze tiltakoztak, verték az asztalt, ENSZ biztonsági tanácsába hazudoztak össze-vissza, hogy oroszokról beszélünk, tehát nem kell bemutatni őket senkinek, ott csak védelmi fegyverek vannak így meg úgy. Mire egy nagyon derék amerikai ENSZ nagykövet, a biztonsági tanácsüdés, egy Adlai Stevenson nevű derék demokrata párti politikus, korábban elnökjelölt egyébként, óriásina fölnagyított fényképeket tett oda a biztonsági tanács ülés elé, amiket amerikai U-2-es repülőgépekkel készítettek, és hát bizony mutatta ott a világ közvéleményének, a nyugati világ, a demokratikus világ sajtójának a hatalmas, óriási fényképeket, hogy azok bizony nukleáris rakétáknak a bázisai. Hát persze Dobrinyi ruszki nagykövet csak hápogott, de hát próbálta a tényeket letagadni, alá oroszok. Október 22-e 1962 egy fontos dátum. Kennedy elnök, mint egy demokratikus ország vezetője, 20 perces élő nyílt tévébeszédet tartott, elmondta az Egyesült Államok népének és a világ közvéleményének, hogy mi folyik Kubában, hogy Egyesült Államokat fenyegetés érte, hogy ott bizony nukleáris rakéták vannak, kérte a szovjeteket vonják ki a rakétákat, és elmondta, hogy USA hadserege hadkészültségben van, stb. Stb. Az oroszok tovább tagadtak, tovább próbálták játszani a kisded játékaikat, és haladtak a szovjet hajók a amerikai blokád vonalon az Atlanti óceánon. Fenyegetett a veszély, hogy esetleg konfliktus tör ki, hogyha háború, akkor atomháború, emberiség pusztulása, stb. Amerikában az emberek már az óvóhelyekkel készültek vonulni, mi lesz akkor, ha. És akkor Hruscsovban egy utolsó józan gondolat föltámadt, és a megparancsot adott, hogy amikor a szovjet hajók odaértek az amerikai blokád vonalához, akkor álljanak meg. Német hajók ilyen szimbolikus módon megálltak a tenger közepén, és hátat folytottak Kuba szigetének, mondván, hogy hát most akkor mégis megálltunk. De hát a válság nem oldódott meg, hiszen a rakéták egy jelentős része ott volt Kuba szigetén. Persze nagyhatalmak üzengettek egymásnak hivatalosan, nem hivatalosan, ilyen kis hátsó szobai közvetítőkön, újságírókon, KGB-seken keresztül, stb. Stb. Aztán történt valami, miután Hruscsov belátta, hogy itt kérem szépen
tényleg a háború széljel sodródtak, október 26-án egy nagyon személyes nyilvánosságra nem hozott üzenetet intézett Kennedyhez. Elég úgy tűnik, hogy a saját maga diktálta, és felajánlotta azt, hogy mivel most az atomháború szélére érkeztünk, hát hajlandó mégiscsak azokat a fránya rakétákat, amiknek a létét is letagadták az oroszok heteken át, kivonni Kuba szigetéről, hogyha az Egyesült Államok vállalja, hogy nem támadja meg Kubát. Ez eléggé utolsó pillanat volt, mert ugyancsak október 26-án Kennedy már kiadta sajnos kénytelen a tábornokok nyomására a parancsot, hogy néhány napon belül megindult volna az invázió Kuba ellen. Az amcsik győztek volna, de ha a szovjetek hallak meg, stb. Stb. Kérdés mi lett volna. Aztán amerikai nagyon megörültek ennek az október 26-ai Hruscsov levélnek, csak aztán történt valami. Másnap október 27-én, még az amerikai válasz előtt egy újabb dühös, nyilvános szovjet távirat érkezett, Hruscsov megint nekiállt vagdalkozni. Valószínűleg viták lehettek a szovjet vezetésbe, és lehetséges, hogy ezt az október 27-i üzenetét Hruscsov talán más keményvonalas orosz politikusok nyomására tette. Vagy hát ki tudja, Hruscsov is ingadozó személyiség volt. Az amcsik egy végtelen bölcs döntés hozta a keleti stábja, úgy döntöttek, hogy figyelmen kívül hagyják a vagdalkozó üzenetet, és csak a 26-ai titkos békülékeny üzenetet veszik figyelembe. Becsukták, az amerikaiak úgy döntöttek, hogy csak az számít, ami békés, és október 27-én Kennedy nyilvánosan visszaüzent Hruscsovnak a 26-ai békülékeny, visszavonulós orosz üzenetre válaszul, és elmondta, hogy amennyiben önök kivonják a rakétákat Kuba szigetéről, akkor mi valóban vállaljuk, hogy nem fogjuk Kubát megtámadni. És ezt a Kennedy-féle október 27-i üzenetet a szovjet sajtó nyilvánosságra hozta, mivel ebben a Kennedy üzenetben benne volt, hogy hát ott rakéták vannak, ezzel a szovjetek gyakorlatilag leleplezték nyilván a önmaguk népe előtt a saját hazugságukat, hogy ők itt kérem szépen rakétákat vittek, de hát a Szovjetunióban nem lévén nyilvánosság, közvélemény, sajtószabadság, semmelyik állampolgár nem tehette fel a kezét, hogy bocsánatok, most akkor mi hazudtunk, kedves húscsavertás. Annyit még egyébként, hogy nyilvános üzenete mellett Kennedyben volt annyi bölcsesség, hogy egy titkos mellékcsatornán megüzente Hruscsovnak, hogyha az egész balhé lezajlik, és a ruszki rakéták kimennek, stb. Stb., akkor majd egy-két éven belül az amerikaiak kivonják a elavult vacak Jupiter típusú rakétáikat Törökország szigetéről, hogy Hruscsovnak a lelki világa is megnyugodjék. És akkor megkötötték az alkut, gyakorlatilag a szovjetek szépen kivonták a rakétáikat Kuba szigetéről, amerikai U-2-es repülőket szépen repültek, és föl tudták deríteni, hogy valóban azok a dzsungelbe telepített kilövőállások kiürültek, azon kívül, amikor a szovjet hajók vitték kifelé a rakétáikat vissza a Szovjetunió felé, a teherszállító hajók, akkor az amerikaiak oldalról megnézhették, hogy valóban rakétákat visznek ki, tehát Hruscsov kivételesen betartotta ezt a szabát, a rakétákat valóban kivitték. Persze Castro dühöngött, hogy most akkor mi lesz. Furcsa, az amerikaiak is természetesen betartották Kennedy elnök azóta is, 40 évvel később is a szavukat. Soha nem támadták meg Kubát. Kubában a mai napig egy kommunistípusú rendszer létezik és működik. És a dolognak még van egy érdekes következménye. Azért, hogy nehogy bármiféle ilyen háborús eszkaláció történjen, azóta létezik a forró drót nevű vonala szovjet és amerikai, most már orosz-amerikai vezetés között, ami annyit jelent, hogy állandó telefonkapcsolat van, illetve most már persze egy műholdas kapcsolat, hogyha mondjuk egy rakéta elröpülne, és akkor mondjuk a másik fél atomtámadásnak vélni, akkor a két ország elnöke azonnal föl tudja egymást hívni, hogy tisztázzák, hogy nehogy atomháború robbanjon ki. És már hosszúra nyúltam, még egy sztorit szeretnék elmesélni. Amikor a szovjet teherhajók mentek Kuba szigete felé, vitték a rakétákat, akkor szovjet atomtengeralattjárók kísérték őket, és nem csak vadásztengeralattjárók, hanem olyan atomtengeralattjárók is mentek, akkor haladtak Kuba szigete felé, amelyek maguk is nukleáris rakétákat hordoztak. És az amerikaiak, amikor néhány tengeralattjáró odaért a blokád vonalához, akkor az amerikaiak nagyon okosan megfontoltan és bölcsen cselekedve ilyen kifejezetten kis romboló erejű bombákat dobáltak, vízi bombákat a tengeralattjárók környékére, nehogy a
az orosz hajók megsérüljenek, de mégis jelezvén, hogy hát itt blokkádban meg kéne állni. És akkor miután az orosz hajók nem sérültek meg, és az orosz tengeralattjárók nem sérültek meg, viszont az egyik orosz ilyen nukleáris rakétákat hordozó tengeralattjárón az egyik ilyen begőzölt orosz kapitány azt hitte, ezeknek a egyébként nem túl nagy hatótávú pici bombácskáknak, a vízibombáknak a robbanására, hogy hát ha amcsik dobálnak, akkor itt bizony kitört a háború, és mindenáron ki akarta a tengeralattjáról révő nukleáris rakétákat lövöldözni, nyilván becélozva New Yorkot, stb. Stb. Hát ha ezek a rakéták röpültek volna, amcsik visszalőttek volna, stb. Atomháború, és akkor szerencsére ott sem mindenki teljesen hülye azért, a tengeralattjárón valamelyik beosztott tisztnek, talán első tisztnek, vagy valakinek volt annyi esze, hogy hát egyrészt nem kaptak parancsot a rakéták kilövésére, vagyis nem tört ki a háború, és tudjátok jól, hogy hát ilyenkor úgy működik az atomtengeralattjárókon a rakéta kilövés, hogy két kulcsos rendszer van, két embernek kell betenni a kulcsát, elfordítania, és ez a második számú orosz tisztben volt annyi józanész, emberség, nem tudom, hogy fejezném ki magam, hogy nem volt hajlandó a kulcsát elfordítani, és állítólag óriási vita volt a hajón, állítólag a legenda szerint az oroszok össze is verekedtek az atomtengeralattjárójukon, végül nem lőtték ki a rakétát, és furcsa módon az orosz gondolkodástól nem végezték ki ezt a beosztott tisztet, és a dolognak még egy izgalmas részét szeretném, tehát nem lett atomháború végül részben, persze főleg Kennedy bölcsességének, meg Hruscsov visszavonulásának köszönhetően, de ennek a beosztott tisztnek is köszönheti az emberiség atomháború elkerülését, és akkor még két filmajánló. A kubai rakétaválságról közben egy nagyszerű film készült Kevin Costnerrel, a Kennedy elnökök tanácsadójának szerepébe bújva. Kennedy, a film cím az, hogy 13 nap, 13 days, az angol cím, így van magyarul is, DVD-n fellelhető, lehet, hogy tévécsatornák is leadják, 13 nap, kiváló film, dokumentarista, játékfilm, tessék megnézni. És a másik. Ez a orosz dolog, hogy majdnem kilőtték a tengeralattjáró rakétákat, és összevesztek, és összeverekedtek a kapitány meg a tisztek egymással, ez valószínűleg mély nyomokat hagyhatott, mert 30 évvel később az amcsik forgattak egy filmet teljesen más környezetbe, egy amerikai tengeralattjáró játszódik 30 évvel később, nem kubai rakétaválság alatt játszódik, hanem amerikai hajón egy kitalált elvi szituációban, de nyilvánvalóan az alapötletet innen vették. A film címe az, hogy Last Chance, utolsó esély, és olyan zseniális színészek játszik, mint Gene Hackman meg Denzel Washington. Tengeralattjárós film morális kérdéseket feszeget, úgyhogy ha jön szembe az, hogy utolsó esély, és tengeralattjárók, mindenképp nézzétek meg. Hát ennyi volt a kubai rakétaválság. Ha véleményetek van, akkor nyugodtan kommenteljetek, ha kérdésetek van, próbálok szívesen válaszolni. Ha tetszik a csatorna, iratkozzatok föl, és a többi videómat is nézzétek meg. Sziasztok!